Üdvözlök minden kedves nézőt! 2022. június 4-e van. 102 éve történt a trianoni békediktátum. Erre emlékezünk ma, gyásznap. Én is feketében. Mögöttem az ászló fél árbócra eresztve. Én csak így tudom fél árbócra ereszteni, hogy csak a fele látszik. Ülve fogok beszélni, csak azért álltam fel egy pillanatra, hogy látszódjon az ászló. A mai műsor nem olyan lesz, mint amilyennek eredetileg terveztem. Akartam verset mondani. József Attila Nem-nem soha című versével akartam kezdeni, ugye, ami egy nagyon a Petőfi Talpra magyarjához hasonlóan egy ilyen óriási erőt sugalló és tüzelő vers lenne. Mindig elsírtam magam, mire a végére értem. Már annyiszor kifújtam az orrom, hogy... Aztán a másik tervem az volt, hogy korabeli sajtócikkeket olvasok fel, és megpróbálom bemutatni azt a hangulatot, ami akkor volt, hiszen akkor ez sokkal jobban fájt. Ma, 102 évvel később, mondhatnánk azt, hogy gyászol az ország, de inkább ezt kérdésként kellene feltennünk. Gyászol az ország? Az emberek? Ott van még a köztudatban Trianon, vagy csak megszokásból trianonozunk? Nagy magyarkodónak, felesleges hőzöngőnek tartják azokat, akik megemlékeznek ma Trianonról. És ahogy olvasgattam ezeket a korabeli újságcikkeket, ugye, amik 1920. június 5-én inkább, 4-én, tehát 4-én vagy 5-én, inkább az aláírás másnapján születtek, egy teljesen más Magyarország képe rajzolódott fel előttem. Egy olyan magyarországi és egy olyan magyarságé, ami ma már nincs. Így azt a mondatot, hogy gyászol az ország, azt hiszem kérdésként kell feltennünk sajnos. Nem bírtam ezeket sem felolvasni, ezektől is kicsit úgy... nem tudok beszélni, nem tudom már begombolni a felső gombomat. Kiöregettem a fehér ingemből. Ugyanez a fekete zakó, és ugyanez a zöltöny volt, ez a nyakkendő volt rajtam, talán ez az ing is. Az óra még akkor nem volt meg. Amikor 2006-ban hát voltak az októberi események, akkor az volt az 1956-os forradalom, ugye, 50. évfordulja, és akkor azt gondoltam, hogy valami hasznos dolgot csináltunk. Mi például a hajdúszoboszlói koszorúzáson mi úgy tiltakoztunk az akkor regnáló Gyurcsány kormány ellen, hogy ahogy a koszorúzás zajlott, mi hátat fordítottunk, amikor az MSZP-sek kezdtek el koszorúzni. Tehát ez egy ilyen kis apró dolog volt, de utána híre ment a városban, és sokan ezt egy meglehetősen kifinomult módszernek tartották a tiltakozásra. Most azt gondolom, hogy 1956 eseményei sokkal közelebb vannak hozzánk, és ennek ellenére néhány héttel ezelőtt mégis oroszpárti tüntetést tartottak Magyarországon, úgy, amiben azt mondták, hogy hát igenis az oroszoknak joguk van lerohanni Ukrajnát. Éppen csak egy hajszál választ el minket attól, hogy azt nem mondják, hogy de hát igenis jogosan rohantak le minket 56-ban is. Minket is, nem csak az ukránokat. Hiszen rángattuk a medve bajszát. Ettől tudok teljesen kiborulni, amikor valaki ezt mondja. Hát most már láthatjuk, hogy az a medve az bizony egy korhat vén, akol, nem pedig egy medve, és az ukránok igazán szétrugják őket, amennyire csak lehet. Ezek között, a viszonyok között arról álmodozni, vagy arról elmélkedni, hogy Trianonra emlékszik-e még bárki, vagy hogy igazi megemlékezés lesz ebből valaha, hiszen ez a mai gyásznap, ez nem egy olyan nap, amikor megáll az egész ország. Akkor,
A trianoni szerződés aláírásakor megállt az egész ország. Minden bezárt, mindenki megállt egy percre, az autósok megálltak. Fiatalabb koromban például, itt az 56-os megemlékezésen is voltak ilyen naív elképzeléseim akkor még, és voltak hozzám hasonlóan naívak, akik azt gondolták, hogy ebből majd esetleg lehet egy olyan igazi gyásznapot csinálni, amikor azt mondjuk, hogy egy percre megállnak az autók az utakon mindenhol, hogy délben megszólalnak a harangok, hogy igazán felfogjuk azt, hogy mit tettek velünk. Hogy vajon a rossz sorsunk Mohácsnál kezdődött, és Buda visszavételével nem ért véget? Vagy ezek olyan történelmi események, amik folyamatosan és kényszerűen bekövetkeznek a magyarság történetében? A Trianonnal kapcsolatos a harmadik, akkor gyorsan elmondom, hogy a harmadik dolog, amit szerettem volna csinálni nektek, bemutatni a négy szobrot, ugye az észak, dél, kelet és nyugat. Ezeket a szobrokat hát akkor a trianoni döntés után faragták ki, különböző mesterek faragták ki, ezek nagy, ilyen 2-3 ember magasságú szobrok voltak, amik a Budapesten a Szabadság téren egy ilyen félkör alakban helyezkedtek el, és a félkör alak nagyjából közepén volt egy virágágyás, ami Nagy Magyarországot reprezentálta, és a hiszek egy ki volt rakva virágokból. Van egy 1930 valahanyas amerikai útifilm, ami színes. Utoljára akkor láthatjuk Budapestet úgy, még a pusztítás, még a háború pusztítása előtt. Ezt sem tudtam megcsinálni, már most rosszul vagyok olyan értelemben, hogy most írni nem fogok, de hát igen, nekem ez valahogy mást jelent, mint másoknak talán. Biztos nagyon sokan nézitek most a műsort Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről, Muraköz, Nyugat-Magyarország, sorolhatnám a területeket. Nektek talán jelent valamit. Ha megnézzük a történelemben, soha nem tettünk sok mindent annak visszaszerzésére, amit elveszítettünk. Ahogy mondtam, Mohács után Buda visszavétele egyből a Habsburg megszállással kapcsolódott össze, rögtön el kellett kezdeni a szabadságharcokat. A szabadságharc leverése után 1867-ben jött a kiegyezés, bár akkor értünk el eredményeket, de megint egy dualista országban találtuk magunkat, nem teljes függetlenségben. 56-ról már beszéltem. Az egyetlen, aki próbált tenni azért, hogy valami jóvátétel legyen, az most náci háborús bűnös, kimondom a teljes nevét, Vitéz Nagybányai Horthy Miklósról beszélek, aki mikor a trianoni békediktátum után, még a trianoni békediktátum, ugye az 1920-ban volt, de 1918-ban elveszítettük az első világháborút. Magyarország úgy veszítette el a háborút, hogy nem állt a területén idegen katona. Ugye a románok egészen Pestig nyomultak, miután a magyar hadsereg letette a fegyvert, és feloszlott gyakorlatilag. Egy angol tisztnek kellett a lovagló páncájába kiverni a románokat a Nemzeti Múzeumból, akik már ott fosztogatni kezdtek. Ilyen kaotikus állapotok között vonult be Horthy fehér lován, és megpróbált rendet tenni az országba, ugye őt kormányzónak választották 1920-ban. És 1940-ben a 20 éves kormányzói évfordulóján megünnepelhette Észak-Erdély visszacsatolását. Ugye előtte 1938-ban az első bécsi döntés Felvidék egy részét, 1939 Kárpátalja, 1940 augusztusa, azt hiszem szeptember eleje, augusztus vége, szeptember eleje, Észak-Erdély visszatérése. És hát a szomorú délvidéki lerohanás is. Tehát ezek a döntések a mi szemünkben igazságosak voltak, hiszen nem egész Felvidéket csatolták vissza, nem egész Erdélyt csatolták vissza, hanem csak a magyar területet, a Felvidéken, mondjuk az Ipoly lakta vidéket, ugye Kassáig. Nekem van még Kassa visszatért bélyegem, amit akkor pecsételtek le, amikor az első magyar csapatok odaértek. Délvidék visszatért bélyegzésem is van, meg Kolozsvár visszatért bélyegzésem is, nagyon szomorúak ezek a dolgok. Lehet, hogy bevágok most egy-kettőt, így majd látjátok fotóban. Tényleg ez jó ötlet, amit elkezdtem, hogy így fotókat be tudok tenni a szövegelésem alá, és akkor nem csak engem hallgattok. Szóval ez az ember, aki megpróbált tenni valamit azért, hogy bizonyos területeket visszakapjunk, ez valóban
lehet náci háborús bűnösnek hívni, mert aláírta a zsidó törvényeket, mert lefeküdt a németeknek, és részt vett a Szovjetunió inváziójában, de ezért kaptunk valamit. Ezért egy olyan igazságtételt, egy részleges igazságtételt kaptunk, amit abban a korban semmilyen más nemzet nem volt hajlandó támogatni, a németek és az olaszok, ugye ez volt a bécsi döntés. És most hazárulónak tartják, ma nem lehet szobra Hortinak, ma nem lehet beszélni róla. Ellenben van egy Orbán Viktorunk, aki a semmiért adott el minket az oroszoknak, aki a semmiért árulja el most Magyarországot, aki a semmiért árulja el a becsületünket bizonyos vétókkal, és folyamatosan, és ahelyett, hogy építkeznénk azokból a múltbeli szégyenekből, amikből fel kellene tudunk építkezni, ahelyett folyamatosan kapjuk a pofonokat. És ő nem áruló, ő nem lehet háborús bűnös, hiszen még nincs háború. Mondanám azt, hogy semmiért, persze ez nem igaz, hiszen pénzért, ő saját magának. Egy ilyen országban élve Trianonra gondolni egy különösen nehéz alkalom lehet nektek. Én azoknak, akik most ezt a műsort úgy nézik, hogy előtte még nem láttak tőlem videót, én 11 éve Spanyolországban élek, innen csinálom ezt a műsort. Nekem abból a szempontból nehéz, hogy nincsenek körülöttem magyarok. Ha ezt a zászlót kitenném most ide, az Erkélyre, a tengerpartról is látszana talán, de talán sokan nem is tudnák, hogy mit jelent ez a kis piros-fehér-zöld zászló. Nemhogy az elmúlt időkben nem szereztünk neki túl nagy dicsőséget, de most egyenesen szégyent hozott rá a kormány, nem mi. Fontosnak tartom az olyan beszélgetéseket, az olyan megemlékezéseket, amikor egy adott történelmi dilemma kortárs szereplését próbáljuk megítélni. Trianon 1920-ban teljesen más jelentett a magyarságnak, hiszen ez azt jelenteni, mintha Debrecennek azt mondanám, hogy a Piac utcán kettévágunk titeket, gyerekek. A Piac utca az ugye így megy, aki felül van, az mostantól Románia, aki délen, az maradhat magyar. És még annyi időtök sincs, hogy ha a családnál rokonlátogatáson voltatok, akkor esetleg visszagyertek még a házba. Kicsit olyan, mint amikor a berlini falat felhúzták. És akkor egy utcán egyszer csak felhúzták a falat, és a lakók, akik szembe laktak, és esetleg átmentek egymáshoz, azok egyszer csak már nem tudtak visszamenni. Később persze igen, de ugye ezt csak képletesen értem. Kortárs viszonylatban pedig ezt jelenti Trianon. Egy óriási megosztottságot. Ugye a Gyurcsány kormányfajta féle népszavazás, amikor arról szólt, hogy de hát ne szavazhassanak a határon túli magyarok, egy extázisszerű feloldássá avanzsált Orbán által, aki az összes határon túli magyarnak megadta a magyar állampolgárságot és a szavazati jogot. Ez mostanra olyan dühé, elkeseredettségé vált a magyar társadalmon belül, hogy a határon túli magyarok miért tartják hatalomban ezt a tolvajt, hogy igazából nem hogy ahogy az idő telik, egységesebbek lennénk, hanem egyre inkább széttöredezünk. Egyre inkább az látszik, hogy miért is lenne nekünk egy akkora országunk, mint ami volt. Talán soha nem volt, hiszen román történészek ugye teljesen más sztorit mesélnek Magyarországról. Szláv szomszédaink, direkt nem mondom, hogy testvéreink, mert semmi közünk hozzájuk, szláv szomszédaink szintén más történeteket mesélnek, és azt mondják, hát igazából Magyarország nem is létezett olyan sokáig. Mert a Mohácsi csata után már nem beszélhetünk önálló Magyarországról nagyon-nagyon hosszú időn keresztül. És ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy egy kicsit igazuk van, hiszen még ezt a kis megmaradt Magyarországot sem bizonyos szempontból nem mondhatjuk azt, hogy nem érdemeljük meg, mert egyszerűen nem tudjuk egységesen képviselni. Azok, akik most fideszesek és ezt nézik, és azt gondolják, hogy ó, hát ez meg miket mond Orbánról. Nem zavar. A bődöletes hülyeség kommenteket nyilván ki szoktam tiltani.
Ezt megint a történelem fogja megítélni. Hogy ez a videó fennmarad-e, nem tudom, hogy hogy a Facebookon meddig lesz fent, még azt sem tudom, hiszen egy tolvonással ki tudnak törölni egy oldalt, ez mindez nem az én tulajdonom, bár ezt a videót most én készítem, ti ezt most a Facebookon nézitek, ki tudja mikor, lehet, hogy egy évvel később, lehet, hogy évekkel később, lehet, hogy majd én nagyon öregen visszatekintek erre a pillanatra, és megnézem saját magamat, hogy akkor miket mondtam, és talán akkor még ez a videó létezik. Akkor ezek a gondolatok fennmaradnak egy olyan bizonyítékként, mint ahogy a Trianon korabeli újságok is fennmaradtak, és próbálták képviselni hitelesen azt, hogy akkor milyen volt a közhangulat. Azért kell minden videómban beszélnem erről a közhangulatról, hogy ez fennmaradjon. Mondhatjátok azt, hogy ne politizáljak, ne orbánozzak, maradjak csak a külpolitikai elemzéseknél, amiket szerettek. Nagyon rengetegen megnézték, most megint nagyot ugrott a nézettség például a kínai videónak köszönhetően, de azért kell ilyen videókban is, mint a Trianon megemlékezés, és minden másban is beszélni arról a közhangulatról, amiben most vagyunk, hogy ez nem erüljön feledésbe. És talán az ilyen megemlékezéseknek ez a legnagyobb hozadéka. Egy Trianon megemlékezésen is arról kell beszélnünk, hogy mi a jelenlegi politikai helyzet Magyarországon, akkor azt mondom, hogy ez az a kortárs összehasonlítás, amire szerintem szükség van. Már csak olyan világban élhetnénk, ahol teljes egészében ezt a napot annak szentelhetjük, ami megérdemli Trianon elveszett országrészeink, elveszett testvéreink emlékezetének, de nem tehetjük. József Attila versében, és egyáltalán a korabeli irodalom nagy részében is mindenki ezt egyfajta idéglenességnek fogja fel, hogy oké, most aláírtuk a békeszerződést, most ezt ki kell bírnunk, de hamarosan jön egy fényesebb nap. 102 év eltelt, és nem jött fényesebb nap, csak egyre rosszabb napok jöttek. Ezek a megemlékezések arról kellene, hogy szóljanak, hogy valahogy mindig egy kis lépéssel közelebb kerülünk, és talán valamiféle megoldás felé haladunk. Ha más nem, 56-ért az oroszok bocsánatot kértek, Trianonért még senki nem kért bocsánatot. Ha más nem, egy ilyen bocsánatkérés felé, de egyszerűen nem tudjuk ezt megtenni. Minden egyes nemzeti ünnepünkön a puszta aktuális létért kell harcolnunk, mint ahogy most is. Nagy Imre utolsó rádióbeszédében ugye azt mondta, hogy a csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van, üzenem ezt az ország népének és a világ közvéleményének. Szeretem ezt egy kicsit elfeldítve úgy mondani, hogy a kormány a helyén van, sajnos. Üzenem ezt az ország népének és a világ közvéleményének. Az utóbbi néhány napban felerősödtek azok a hangok, miszerint Magyarországtól meg kell vonni a szavazati jogot az Európai Unión belül, hiszen olyan értékrendet képvisel, amit az Európai Unió nem képviselhet. Már nem is burkoltan nyíltan céloznak orosz barátságunkra. Én azt mondom, hogy mindenki, aki fel tudja emelni a szavát, legyen színész, művész, akárcsak egy olyan jelentéktelen Facebook szereplő, mint én, tegye ezt meg, és emelje fel a szavát, és mondjuk ki, akár egy ilyen nemzeti gyásznapon is, egy Trianon gyásznapon, hogyha Magyarországot szét is szakították, de mi magyarok mindig azért harcoltunk, hogy Európa az lehessen, amiben mi is hittünk, egy szabad, felvilágosult közösség, és ebben nem fér bele az, ami most történik. Ennyit tudtam elmondani a mai műsorral kapcsolatban, szép versek, idézetek és korabeli fotók helyett egy viszonylag szomorú megemlékezést hallhattatok, de én úgy gondolom, hogy ilyen szavakra is szükség van azért, hogy erkölcsi mércével ki tudjuk mondani azt, hogy hol tartunk. Nagyon rossz helyen vagyunk erkölcsi szempontból. És a nemzeti öntudatunknál, a büszkeségünknél, a szabadság szeretetünknél most sokkal, sokkal fontosabb az országunk helyreállításánál is talán sokkal fontosabb ez az erkölcsi tisztaság helyreállítása, ami óriási csorbát szenvedett az elmúlt 12 évben, de főleg az utóbbi néhány napban. És még fog is talán. Ha felhasználhatjuk ezeket a napokat arra, hogy minél több emberhez eljutassunk ilyen üzeneteket, akkor én arra kérem
arra kérem mindazokat, akik ezt megnézik, és van lehetőségük, akár csak azzal, hogy megosztják ezt a videót, akár azzal, hogy ők is a saját oldalukon, esetleg nagyobb követőbázisra, mint az enyém, felhívják a figyelmet arra, hogy a legfontosabb, amire Magyarországnak szüksége van, az egy erkölcsi megújulás. És ez csak úgy történhet meg, ha határozottan elválasztjuk a jót és a rossztól. Az oroszok rosszak, Orbán rossz. Ez a mai nap üzenete. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Mondhatnám, hogy további szép napot kívánok mindenkinek. Inkább azt mondom, hogy további elgondolkozást kívánok mindenkinek.